hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény nem vagyunk, ami a Lovasút Kulturális és Rendezvény Központnak a része, ami az egykori régi szép zugligeti Lovasút végállomás épületének a felújított változata. Jelenleg a Fogaskerekű 150 című kiállításon vagyunk, ami a hegyvidék és igazából egész Budapest egyik legizgalmasabb közlekedési eszközét igyekszik bemutatni a kezdetektől egészen a napjainkig. A Fogaskerekű azért is volt egészen fontos itt a hegyvidéken, és nem csak itt, hanem egész főváros szempontjából, ugyanis ezeket a hegyeket, a budai hegyeket, akár a Sárphegyet, vagy a Zugligetet és a környéket nem lehetett megközelíteni rendesen, leginkább jó sok gyaloglással, vagy lovaskocsikkal és különböző kis szekerekkel lehetett ide feljutni. Azért hozták létre ezen a területen, ugyanis itt eléggé heterogén a föld, és nagy magasságokat kell leküzdeni. Tehát a Városmajorból indult eredetileg 1874-ben, az körülbelül olyan tengerszint fölötti 130-140 méter magason van, és eleinte a Schwab-hegyig járt, ami 350 méter magasan, aztán később meghosszabbították, és a Széchenyi-hegyig járt napjaink is, ahol 440 méter magasság van, tehát több mint egy elfenytornyi magasságot, kb. 340 métert küzd le ez a Fogaskerekű. A Fogaskerekű igen, egy igazi kultikus kis jármű. Háromszor változott meg a kialakítása, a kinézete, ugye eleinte zöld volt magák a szerelvények, aztán sárga lett, most pedig piros, tehát ez is egészen érdekes, de az itteni helyieknek mindig is egy igazán fontos szimbólum volt a Fogaskerekű, mert 150 éve töretlenül jár, és az eleinte ugye leginkább a kirándulók használták ki, aztán később azok, akik itt a környéken élnek. Amikor a Fogaskerekű 100 éves lett, akkor a Közlekedési Múzeum készített több modellt ezekhez a régi Fogaskerekű szerelvényekhez, és ezeket sikerült a Közlekedési Múzeumtól megkapnunk, úgyhogy ezeket mindenféleképpen érdemes megtekinteni a vitrínjeinkbe. A másik pedig egy ilyen izgalmas modern installáció, ami pedig azt szeretné szimbolizálni, hogy a 10 állomásnak körülbelül hogy volt térben a szerkezete, tehát az, hogy milyen hosszan ment és milyen magasságokat győzött le. Ezen kívül a két tárlatvezető kollégánk nagyon sok izgalmas történetet szokott elmesélni az itt lévő látogatóknak, hogy mindenkit szeretettel várunk, hogy tekintsék meg ezt a kiállítást.